gonfogalás emlékműne, az is az Adi lakótalomboknál. Itt az a zászló, és hát itt pedig a honfoglalásnak a emlékműve. Vagyis hát igazából a trianoni emlékmű, ha úgy vesszük. Magyarország igazából ekkora volt. Sőt, ez még csak a felese, tehát még ennél sokkal nagyobb volt. Tehát, és Trianonnál csatolták le ezeket a részeket, tehát a délvidéket, az erdélyi részeket, a felvidéket, azaz Kárpátokat, és az, hát az Őrvidék, vagy Orvidék, nem tudom, így most nem látszik, de lehet, hogy Őrvidék, azaz Őrvidék, mert ott ékezet van. Tehát a mai Szlovákiát, Romániát, Horvátországot, a szlovénokat, az osztrákokat, úgyhogy a mai izéket. Úgyhogy Magyarország ekkora volt, sőt ennél nagyobb, mert azért egészen a horvát tengeri területünk volt. Csak ennyit akartam ezzel kapcsolatban elmondani. Nagyon örülök, hogy ennyien megtekintettétek a filmemet, amit úrkor feltettem. Kis, rövid filmet. Rövid filmemet. És hogy csatlakoztatok is egy páran a YouTube-hoz. Ez. Aki még nem látta, az nézze meg Békésváros bemutatása első részt, mert jövő héten érkezik a következő rész, és hát ezért. Úgyhogy haladunk, és nagyon sok rész terben van, úgyhogy nagyon örülnék, ha megtekintenétek is ezeket a videókat, mert ezek fontos Békés. Nekem legalábbis fontos Békés bemutatása, tehát nem csak így ezek a videók, ezek a kis rövid videók fontosak, hanem azért kell. Ide még ki fogunk jönni, tehát még egyszer, mert a film miatt, ami majd nem tudom, hogy hanyadik rész lesz ez a terület, de ide még ki fogunk jönni még egyszer. Úgyhogy ennyit akartam elmondani, köszönöm szépen, hogy ezt a kis videót is megnéztétek, úgyhogy sziasztok!